A Kultúrösvény mai adásában összeállítást láthatnak a Rákóczi emlékév kapcsán Kárpátalján megtartott rendezvényekből. Elsőként az Ungvári Nemzeti Egyetemre látogatunk a Rákóczi emlékezete Kárpátalján című programsorozatra, majd részt veszünk a Mezőváriban megtartott zászlóbontáson. Ezt követően a salánki kuruc hagyományokat kutatjuk, majd a Rákóczi Főiskolán részt veszünk a Nagyságos Fejedelemnek emléket állító konferencián. Innen a KMKS szervezésében megtartott Rákóczi és Kora programsorozat Munkácsi előadására látogatunk, ahol Kéz Barnabás és Popovics Béla tartott élő történelemórát. Ezt követően Beregszázban részt veszünk II. Rákóczi Ferenc lovas szobrának avata ünnepségén. Tartsanak velünk! II. Rákóczi Ferenc mellszobrának megkoszorúzásával vette kezdetét az a rendezvénysorozat, amelyet a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége szervezett. Magyarország országgyűlése a 2019-es esztendőt Rákóczi emlékévvé nyilvánította. Ennek az eseménysorozatnak a nyitó rendezvényeként került sor a Rákóczi emlékezete Kárpátalján című programra, melynek bemutatkozása az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási és Tudományos Intézetében volt a fejedelem születésének 343. évfordulóján. Mivel, hogy mondjam, ez a Rákóczi emlékév nem csak Magyarország területét érinti, hanem többek között Kárpátalját is, hiszen a nép úgy nevezi mai napig is, hogy Kárpátalja Rákóczi földje. Tehát ha ilyen szemszögből érthető, hogy a legtöbb emlékhely viszonyítva a felvidékhez, vagy más vidékekhez, Székelyföldhöz, vagy Erdélyhez, nagyon sok emlékhely, nagyon sok emlék kötődik, csatahelyszín, a fejedelemnek az itten haló megfordulása, a harcok itteni szervezése, különböző találkozások, haditanácsok, ülések, felsorolhatatlanul sok ilyen apró mozzanat van, amely tulajdonképpen, hogy mondjam, ha történészi szemszögből nézzük, ez eléggé fel van dolgozva, különböző monográfiák, tanulmányok születtek erről, viszont minket érdekelt az, hogy a nép mit tud erről. A ruszin nép, a helyi magyar nép mennyire tartja fontosnak a Nagyságos Fejedelem emlékezetét. A rendezvényen Rákóczi Turulmadara című monda is legenda gyűjtemény bemutatására került sor, amely Dubka György és Zubánics László közös szerkesztésében jelent meg az emlékév kapcsán. Kiadvány egyébként már nagyobb változatban, néhány esztendeje kárpátai mondák gyűjteményeként megjelent, és most az idei esztendőben a Rákóczi évhez gondoltuk ennek a Rákóczi szegmensét kibontani. Maguk ezek a mondák, legendák, mondatöredékek, ezek nem új keletűek, hiszen a 70-es években a kárpáti kalendáriumban, különböző egyéb gyűjteményekben már napvilágot láttak, csak úgy látjuk és azt tapasztaltuk, hogy az embereknek ezek már nincsenek meg. Ezért mindig újra és újra ki kell adni. Sajnos a könyvkiadás az olyan műfaj, amelynek a termékei egyre ritkábban jutnak el az emberekhez. Ezért aztán mindig újra és újra ki kell őket adni, közkincséket tenni, hozzáférhetővé tenni. És a könyvbemutatók részben arra is jók, hogy az, aki mondjuk nem tud egy könyvet megfizetni, az most itt megkaphatja ajándékba. És hozzáférhető lesz elektronikus formátumban is majd, hogy az, aki nincs most jelen, de szüksége van ezekre a különböző mondákra, munkájához akkor ezeket le tudja tölteni. Reggel el is indultak, és Rákóczi kijött a nagy számban összegyűlt ruszinság elé. Kovács Sándor helytörténész Rákóczi emlékek Kárpátalján címmel tartott képes filmbejátszásokkal illusztrált előadást a fejedelem életéről és kárpátaljai emlékhelyeiről, amelyet saját kutatási anyagából állított össze. Én nem csak Rákóczit kutatom, hanem az egész Kárpátalját. 1996 óta jelennek meg a könyveim, illetve füzetek, meg a kétnyelvű térképet is szerkeztem, illetve több filmben is, tévéfilmben, dokumentumfilmben voltam író vagy szaktanácsadó. Tehát magyarán, ami Kárpátaljával kapcsolatban figyelmet érdemel, az arra megpróbálom ráirányítani az anyaországiak és a kárpátaljak figyelmét is.
A szervezők a Rákóczi emlékév folyamán szeretnének olyan programokat biztosítani az érdeklődők számára, amelyek méltó emléket állítanak az erdélyi fejedelemnek. Mezőváriban évről évre megemlékeznek az 1703-1711-es Rákóczi szabadságharc kezdetéről. Nem véletlenül alakult ki ez a hagyomány, hiszen Esze Tamás 1703. május 21-én elsőként Tarpán, néhány órával később pedig Mezőváriban bontotta ki a nagyságos fejedelem lobogóit. A helybeliek erre méltán büszkék. Az idén az ősi református templomban ünnepi istentiszteletet követően került sor a megemlékezésre. Beszédében Brenzovics László, a KMKS elnöke kiemelte, második Rákóczi Ferenc alakja minden magyar számára a szabadság szeretetet szimbolizálja. Ez egy olyan személyiség volt, akinek volt mit vesztenie, hiszen Magyarország legnagyobb főura volt, a felesége pedig egy német hercegnő, és megkaphatta volna a német birodalmi hercegi címet, ami az akkori kornak a királyok utáni legmagasabb rangja volt. Ennek ellenére a magyar szabadságharc élére állt, ugye parasztoknak a kérésére, és az eszmei mellett, a magyar szabadság mellett haláláig kitartott számüzetésben is. Érdekes az, hogy ugye Brezán várából indult ez a felkelés, tulajdonképpen az első kiáltványt is Brezáni kiáltványnak hívják. Ez most Berezsáni, Ternopol megyének egyik kisvárosa, ahol az a vár, amelyben Rákóczi és Bercsényi volt, szinte teljesen elpusztult. Az a gyönyörű paloták, amelyek ottan voltak, vagy pedig a székesegyház, ami ottan volt, teljesen romokban van. A városkának a lengyel lakossága is eltűnt, ami mutatja azt, hogy hogyan változhat meg a körülmények. Különösen örömetes az, hogy Rákóczi szabadságnak köszönhetően, de a későbbi magyar nemzedékek a kitartásának, a szabadság mellett, a magyar nyelv, kultúra, vallás mellett jelenti azt, hogy mi még most itt 2019-ben már nem szomorú körülmények között, de tudunk emlékezni a Rákóczi szabadságharcra, a nagyságos fejedelemre, itt ebben a községben, Mezővárban is él ez a hagyomány, és ez mindenképpen reményt ad a jövőt illetően, hogy továbbra is megmaradhatunk Kárpátalján magyarra. Sin József, a KMKS Beregszászi járási szervezetének elnöke arról beszélt, hogy a Rákóczi évszázadok óta példa a szabadságszerető magyarok számára, bárhol is éljenek a nagyvilágban. Rákóczit nem lehet és nem is akarok elfelejteni, hisz az ember élhet bárhol a világba, lehet szegény vagy gazdag, de ha nem szabad, akkor nem fogja magát jól érezni ebben a világban. És ő a személyes példamutatásával mutatott utat a magyar nemzet sok nemzedékének, a szabadságvágy, az önzetlenség, és a mindent, a hazáit, mindent feláldozni képes államférfi vonásokat tárta elénk. Éppen ezért Kárpátalján is úgy gondolom, hogy az egyik legismertebb és legelismertebb hőse a magyar népnek, és így nekünk is. A Salánki íjászkör tagjai minden évben korhű ruhában, Rákóczi lobogóival a kezükben, talpig fegyverben vesznek részt a mezővári megemlékezésen. Az idén is őrt álltak akkor is, amikor a résztvevők elhelyezték a tiszteletkoszorúit Esze Tamás a templom falán elhelyezett emléktáblájánál. A kuruc hagyományait mind a napig féltve őrző 3000 lakosú, csaknem színmagyar Salánkösség Nagyszőlőstől, az egykori Ugocsa vármegye központjától alig 20 kilométerre található. A Borzsa mellett a legendák övezte Hömlöc, másképpen Helmec hegytövében. A falu történelme szorosan összefügg II. Rákóczi Ferenc nevével és az általa vezetett szabadságharccal. A hagyomány szerint Esze Tamás és Kis Albert kuruc serege a Salánki Nagyerdőből indult Verecke felé, hogy találkozzon a Lengyelországból hazatérő Rákóczival, aki a fegyveres harc élére állt. A falu közössége immár 3 évszázada hűen őrzi a szabadságharc eszmeiségét és a hősök emlékét. A református templomnak a karzatán meg is van örökítve, amikor 200 évvel azután, 1711 februárjához, 200 évvel megemlékezett a reformátusság a szabadságharcról. És ennek a kapcsán mi is vettük a bátorságot 2011-ben,
egy nagyszabású rendezvényt bonyolítottunk le, amikor is emlékkonferencia, ünnepi istentisztelet keretében visszaemlékeztünk mindarra, ami 300 évvel azelőtt történt itt Salánkon. A református templom felújítása miatt az 1935-ben a nagyságos fejedelem halálának 200. évfordulója alkalmából elhelyezett emlékfeliratot ideiglenesen leszerelték a karzatról, de a munkálatok befejeztével visszakerül majd a helyére. Salánk másik történelmi egyházközösségét a görögkatolikusok alkotják. A Szent Mihály Arkangyal templom ősszel már kívülbelül megújulva várja a híveket, a falakra pedig felkerült államalapító Szent István királyunk ábrázolása. Meg is tartjuk az ünnepét mindig augusztus 20-án, tehát nagy ünnepélyessége. Tiszacsomán ugye nagy zarándok helyünk lett a tiszacsomai templom, hiszen az ő tiszteletére van felszentelve, és így úgy gondoltuk, hogy Salánkon is jó lenne, hogyha ha az ő ikonábrázolása felkerülne a falra, és mellé, mivel az ablak egyik oldalán Szent István lett megörökítve, a másik oldalára Szent László királyt festettük meg. Áldott az a nép, akinek ilyen vezetői vannak, és áldottak azok a vezetők, akiket gyakorlatilag a nép az emlékezetében tart. Szent István királyunkat emlékezetében tartja az ország alapításáért a népünk, Szent Lászlót azért, mert megőrizte Szent Istvánnak az örökségét, Rákóczit azért, mert nem felejtette el se Szent Lászlót, se Szent Istvánt, hiszen ő is azt tűzte a zászlójára, Istennel, a hazáért és a szabadságért. És ezt az eszmét a mai salánkiak őrzik a mindennapjaikban, énekeikben, munkájukkal, és gyakorlatilag országaink javát szolgálják mindannyian, akik itt élnek és megőrizték magyarságukat. A kuruc szabadságharc szomorú zárófelvonásának Salánk adott otthont 1711. februárjában. Rákóczi ide hívta össze tanácskozására erdélyi tanácsosait és a magyarországi szenátorokat, hogy választ adjanak a császáriak békefeltételeire. Természetesen elkísérte őt főkamarása és legodaadóbb híve Mikes Kelemen, aki egy kis tiszta vízű forrásból, népies nevén a Nyikes kutyából hordta az ivóvizet az urának. 1991. május 26-án a felújított Mikes kút mellett emlékhelyet avattak fel. Igaz, vandál kezek eltávolították az obeliszk eredeti, vörösrészből készült emléktábláját, de 1993-tól azt márványtábla pótolja. 2003-ban a falu központjában felállították Rákóczi szobrát, majd az emlékparkban helyet kapott Szent István és Mikes Kelemen emlékműve is. 1944 őszén a sztálinisták 301 férfit hurcoltak el Málenki robotra, közülük 59-en odahaltak, nevüket emléktábla őrzi. Itt van az az alkalom az, hogy valóban mutassuk meg, hogy mi is a jelenben, felnézünk a múltra, és így próbálunk mi is élni, hogy majd a jövőben, majd miránk is netalántán így nézek fel a gyermekeink, a fiataljaink, hogy voltak őseink, kiálltak, tették a dolgaikat. Ugyanezt a gondolatot felkaroltam. A Rákóczi emlékév keretein belül idén augusztusban újabb emlékművel gazdagodott Salánk. A település központjában felállított, az utolsó kuruc országgyűlése emlékeztető dombormű magyar kormányzati támogatással készült. Nyilvánvaló az, hogy Kárpátalján élő kultusza van Rákóczinek, az azt jelenti, hogy nem csak egy múltbéli eseményről van szó, hanem egy nem múló fénnyel világító útjelzőről, amely nem csak a múltból a jelenbe, hanem a jelenből a jövőbe is világít. Ez pedig nem lehet más, mint az alázat, a hűség. Gondoljunk csak Rákóczi rodostóban megírt imáira, és az, hogy mindig meg tudjunk maradni minden nehézség árán annak, amelynek a teremtő bennünket teremtett. A kárpátaljai Rákóczi kultusz 2013-ban felkerült a Külhoni Értéktár nemzeti értékeinek listájára. Egyebek között a vereckei honfoglalási emlékmű és még egy helyi büszkeség a Salánki Hordó Társaságában. Hiszen Kárpátalján a nagyságos fejedelem a mai napig rendkívüli tiszteletnek örvend a magyar és a ruszin lakosság körében egyaránt.
Hazánk szentje, szabadság vezére címmel rendeztek Rákóczi konferenciát Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolán. Az egésznapos rendezvényen hazai és határon túli történészek, kutatók mutatták be Rákóczi életének egyes szakaszait, a korabeli hadviselést, valamint a nagyságos fejedelemhez és a szabadságharchoz kapcsolódó emlékhelyeket. A mai konferenciánk a kutatóknak is szólt, a főiskolai hallgatóknak is szólt, azoknak az embereknek, a levéltárosoknak, a szakmabelieknek, akik eljöttek hozzánk, és ezzel is alá akartunk húzni, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán továbbra is van Rákóczi kutatás, és ezzel is méltatjuk a nagyságos fejedelem emlékét. A konferencia nem csak a Rákóczi kutatók számára volt érdekes. Már eleve az, hogy új arcokat látnak, és nem csak a megszokott tanáraikat hallgatják, hanem Budapestről, Sárospatakról, Eperjesről érkezett kutatókat, ez mindenképpen hasznos számukra. Az pedig, hogy nem az iskolai vagy főiskolai egyetemi tananyagot hallják, hanem olyan kérdéseket, olyan témákat, amelyek ugyan a Rákóczi szabadságharchoz kapcsolódnak, de mégis ilyen nem megszokott oldalról közelítik azt meg, ez különösen érdekes. Tamás Edit, a Sárospataki Rákóczi Múzeum igazgatója a fennmaradt korabeli tárgyakról és emlékhelyekről tartott előadást. Mi egy nagy látogatottságú múzeum vagyunk Sárospatakon, az ország legjobb múzeum, amelyik sorában, a legtöbb látogatót vonzó múzeumok sorában mindig az első 20-ban vagyunk. Tehát ez azt jelzi vissza számunkra, hogy a Rákóczi örökség, Rákóczi témája, az ott van mind a magyarországi, de mind azt mondanám, hanem a Kárpát-medencei magyarság emlékezetében, hiszen nem csak magyarországi látogatók jönnek, hanem Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből is nagyon sok látogatónk van. Az elmúlt időszakban, minthogyha több kárpátaljai vendég is érkezne, és ők is elsősorban azért jönnek Sárospatakra, hogy fejet hajtsanak a rákóciak történelmi örökség előtt. A konferencia résztvevői emléktáblát avattak a Beregszászi kórházkertben található Rákóczi korabeli fánál, melyhez legenda is fűződik a nagyságos fejedelemről. A magyar címer, koronás címer rajta, és nem tudom, hogy látni-e a hátsó sorokban... A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a magyar kormány által meghirdetett Rákóczi év keretein belül történelmi előadás sorozatot indított a Rákóczi szabadságharcról. Legutóbb a munkácsiak vehettek részt egy interaktív előadáson, ahol először Kész Barnabás főiskolai tanár mutatta be a Rákóczi korabeli harci viseleteket, amelyeket a jelenlévők fel is próbálhattak, valamint kezükbe vehették a korhű fegyvereket. Katonai női és férfi viseleteknek a másolatát hoztam el. Ezeket a gyerekek vagy felnőttek megnézhették, felpróbálhatták, ugyanúgy a fegyvereknek a működő képes, de nem hatástalanított, vagy egyáltalán tehát nem működő, csak más volt. Példányait foghatták a kezükben, nézhették meg tűzfegyvereket, szabjákat, fokosokat és egyéb eszközöket, jeladó eszközöket, például a kürtöt. Így kerülhettek közelebb ahhoz a korhoz, aminek az évfordulója van, II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához. Számtalan vonatkozásban kapcsolódik a Rákóciakhoz. Rákóczi... Popovics Béla munkácsi helytörténész az est folyamán a nagyságos fejedelem életútját mutatta be. Hangsúlyozta, Rákóczi azon kiemelkedő alakja a magyar történelemnek, aki példaként állhat a mai kor emberei előtt is. Gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem Kárpátalját, Munkácsot, Rákóczit, mindig olvastam erről, mindig jártam azokat a helyszíneket, tehát a Munkácsi vár környékén nőttem fel. Tényleg ezt a romantikus gyerekkort élhettem meg hát gyerekkoromtól kezdve jártam a hegyeket, a havasokat, kicsit láttam azokat a hegyeket, amit ő is látott. És hát nagyon megfogott Rákóczi személyisége, az a szolgálat, amit ő nagyon fontosnak tartott, hogy egész életét annak szentelt, hogy a másik ember életét egy kicsit szebbé tegye, a nemzete életét egy kicsit szebbé tegye. Nagyon fontos, hogy ismerjük a múltunkat, ismerjük az kincseinket, ismerjük az értékeinket, és merítsünk példát azokból, akik előttünk éltek. És Rákóczi egy olyan ember, akinek az életéből lehet meríteni pozitív példákat.
A Munkácsi Református Egyház gyülekezeti termében megtartott élő történelem órára főleg fiatalok látogattak el. A KMKS helyi alapszervezetének elnöke szerint fontos, hogy az előadás által a gyerekek még jobban megismerjék történelmünknek eme kiemelkedő korszakát. Feltöltötték a mai esténket minden széppel és jóval, mert azon kívül, hogy nagyon sok történelmi eseményről elevenítették fel a tudásunkat, vagy új dolgokat tudtunk meg, lelkünk is feltöltődött, és nagyon szórakoztató volt, meg élvezetes, és szerintem a diákok, akik is eljöttek, azok is nagyon élvezték. Mikor Barna rájuk adta ezt a ruhákat, hogy bemutassa, le se akarták utána venni, először nehezen indult, de utána szerintem belejöttek. Nagyon hálásak vagyunk az előadásért. Jó tesz, hogy néha így visszagondolunk és értékeljük a saját magyarságunkat azáltal, hogy visszaemlékszünk a nagy magyarjainkra. De hát a legfontosabb, hogy a gyerekek ebben nőjenek fel, és ne veszítsék el az irányt az életben. A Rákóczi előadás sorozat a napokban tovább folytatódik Kárpátalja számos más településén. A kárpátaljai magyarság, amely építő és alkotó része az országnak, amelyben él, sokszorosan bebizonyította, hogy nem csak múltja, jelene, hanem jövője is van szülőföldjén. Mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a II. Rákóczi Ferenc életnagyságú lovasszobor felavatásán Beregszászban. Innen Kárpátaljáról indult a Rákóczi szabadságharc, ide is tért vissza a fejedelem, még mielőtt el kellett, hogy hagyja az országot. Tudjuk azt, hogy a magyar nemzet történelme során egyedülállóan nagy áldozatokat hozott a szabadságért, és ezért érezzük ma is úgy, hogy a határon túli magyar közösségeket, akkor is, hogyha már nem tartoznak az anyaországhoz, megilletik azok az alapvető szabadságjogok, amelyek valamennyi nemzetiséget megilletnek, így például az anyanyelven való oktatáshoz, az anyanyelvű oktatáshoz való jog. A miniszter kiemelte, hogy a Rákóczi szobor arra figyelmeztet, hogy ki kell állnunk önmagunkért és egymásért. Magyarország ennek szellemében vesz részt a nemzet az életben is azt szeretné, a kárpátaljai magyarság érdekében is, hogyha Ukrajna számára is nyitva lenne az út a NATO-ba és az Európai Unióba. Hangsúlyozta, Magyarország mindenkire számít, és mindenki számíthat Magyarországra, aki megkívánja adni szövetségeseinek mindazt, amit a maga számára is szeretne megkapni, beleértve az emberi jogok, a szabad anyanyelv használat és az anyanyelvű oktatás jogának tiszteletben tartását. 1919-ben Brenzovics László, a KMKS elnöke az ünnepségen azt mondta, hogy a szobor felállításával a beregszásziak 126 éves álma valósult meg, hiszen a város lakossága ennyi évvel ezelőtt indított gyűjtést a nagyságos fejedelem alakjának köztéri megörökítésére. De a történelemnek a térséget sújtó fordulatai miatt ez csak most valósulhatott meg. Most vált lehetővé a magyar kormány támogatásával a Győrfalvasnak az alkotását itt elhelyezzük Beregszász központjából. Kárpátalja, Beregszász történetek a legfontosabb személyiség, ez Rákóczi Ferenc volt, a kezelszállal kötődéke vidékhez, szabadságharca itt kezdődött, itt fejeződött be. Az emlékmű megvalósításában jelentős szerepet játszott Grezsa István miniszteri biztos, aki személyes ügyének is tekintette a szobor felállítását. 1949-ben a Szegedi Egyetemre felvételizi apámtól, aki a kecskeméti piaristáknál végzett, az volt a utolsó kérdés, hogy sorolja fel a magyar történelem 5 legnagyobb alakját, és ő, mint jó katolikus diák, Szent István, Szent László, Rákóczi Ferenc, Széchenyi és Kossuthot mondta, nem is vették föl, hiszen a helyes válasz az akkori időkben Sztálin, Rákosi, Lenin és a többi lett volna. És ez az emlék végigkísérte az életemet, és hogy Rákóczi munkásságát ifjú koromban áttekintettem, benne összegződik a magyar történelem. Az ünnepség után még sokan ott maradtak a felavatott emlékmű mellett. Volt, aki énekelt, míg mások fotót készítettek a szobornál. Nagyon vártuk, nagyon. Legalább tudjuk, hogy itt megmaradunk magyarnak. Remélem. Számunkra hát ez egy nemzeti ünnep. Hát ez óriási nagy jelentőség bír ezek a szobornak az avatása. Szerintem ez az a történelmi személyiség és az a történelmi esemény, amely összeköt minket, kárpátaljai őslakosokat,
akik az itteni magyaroknak erősítik az identitástudatát, akik erőt adnak ahhoz, hogy itt elviseljük a mindennapi nehézségeket. Az avató ünnepségen elhangzott, hogy a Rákóczi Lovasszobor rendkívüli értéke lesz a városnak, a kárpátaljai magyarságnak, amit naponta meg lehet majd csodálni, alkalomattán pedig ez lesz az a hely, ahol emlékezni lehet a nevével fémjelzett szabadságharcra. Okay.